Sziasztok! Ez itt az új számunknak a forgatása lesz. Fel kéne váltani. És még a címét azt nem tud, mi legyen a címe? Nem tudom, ki kéne találni. De ki fogjuk találni. Aztán most megyünk az első helyszínünkre. Tele van a hátulja cuccal, ez egy gyerekülés. Van egy drón, egy izé. Ott az állvány, ezt lehet látni valamennyire. Úgyhogy majd látunk. Sziasztok! És akkor a helyszínen. Megjöttünk. Megjöttünk. Ez itt az utca. Itt forgatjuk. Na, most nézzetek meg ezt a mennyi cuccunkat. Ez itt mindez, itt az állvány, meg egy táska. Itt még négy táska. Akkor, ha bekukkantunk ide, itt még két táska. Tehát ketten vagyunk, és hét táskánk plusz egy állványunk van. Na, úgyhogy szerintem most ezt rakjuk, és elkezdjük a shootot, aztán majd még közben jelentkezünk. Na, itt végeztünk is. Majd abból is a hőbe vágunk, nem? Ja, igen. És akkor most rolloljuk, amiket ezzel vettünk föl. All these old men, they got me so damn strapped. Then I feel... Egyszer sikerül. Jó, még tanuló vezetél. Figyelj, viszi. Hoppá! Azt tolni kellett volna, hallod még? Nézd már, mennyi hely van ott át. Figyelj, megcsináltam. Na, szóval most kijutottunk innen, mehetünk is tovább. Most, hogy láttátok, amiket itt felvettünk. Menjünk a következő helyszínre. Elég erősen merül a kamera, bármilyen másik. Úgyhogy yeah. Mi lesz. Meg időből is kevés van, már 14-18 van. Semmi probléma. Na, szóval kb. Ennyit kellett jönni a második helyszínre. Lehet parkolni szabályos? Ez az itt. Hát hallod, itt laknak, ha itt ki akar állni valaki. Olyan! Ez most nem jó? Persze, simán. Hallod, de én ahogy szállok ki. De sem vagy, fiam. De ahogy nem. Kamerára vigyázz le. Nyugi! Au! Na, ide is megjöttünk. Figyelj azt a parkolást. Perfect. Olyan satúféket nyomták. Ez tökéletes, kiszámoltam, oké, megállt. Na, ott van az a ház, itt elsétálunk. Aha, ezt elsétálunk. Na úgy, hogy az erdőn átkelünk, és ott is leszünk, elvileg. Na, itt is lehetne venni. Na, de ott elvileg lesz egy ilyen, mert hogy nem elvileg, már tudom, hogy ott van. Van egy ilyen félkész ház, az ilyenekben nagyon jó forgatni. Úgyhogy oda megpróbálunk bejutni. Főleg amilyen témájuk, ugye mit csinálunk. Ja, ez pont illik hozzá. Ott is voltak ilyen házak, csak azokat építik jelenleg is. Úgyhogy nem örülnének, hogyha oda mennénk. Úgyhogy ezen a... Hallod, ez itt nagyon jól néz ki, itt is veszünk majd. Ja, vagyunk itt is, szerintem. Ott a maszkot, nézd meg! Na ne! Na majd, ha megnézitek ezt a klipet, akkor az a Cisza ott ismerős lesz. Amúgy jó lenne, ha te mennél elől. Azaz? Azaz, tehát nézzétek meg. Itt akkor gyorsan menjünk van. Ezt már fel lehet menni. Arra a teraszra kiállni, ami ott van. Aha. Csak a drónnal menni. Na szóval. Ez volna a hely. És hát most nem tudom, hogy mennyire lehetség megvalósítható ez. Hát. Tudom, test, de mondjuk elég szép a kilátás. Az, vagy nézd, pont a fa között itt be lehet látni. Csak erre. Jó, hát erre ne álljál. Erre felállunk. Erre is felállunk. Inkább ide. Hát de itt most minek? Én arra akartam elhúzni a városba. Hát arra is elhúzhatunk. Akkor csak itt ezen a részen. Nézd ezen. Ez itt már a hangulat, az kelti. Úgy be van, hogy építkezni, hogy itt már 3 éve nincs semmi szerintem. Azért mondom, hogy kamu a kamera. Valószínűleg így. 3 évig nem veszi föl. Innen. Szerintem itt már elég, ha ide kiállunk. Ide magas. Várjál, megnézem. Innen lehet launcholni drón. És zú! És zú! Hallod? Eskü parászok. Mi van, mit csinálnak? Nem tudom, itt ordibálnak, de ezek lehet, hogy ilyen helyi cigányok. Én nem laknak üdre, mert nem laknak cigányok. Honnan tudod? Kocsit, zárd ránk a kocsit! Ez azért. Biztonság vagyunk. Na, sziasztok! Ez a helyszín nem jött be, úgyhogy tolatok ki. Tolatok kifele innen. Meg jó megszívettem magam, beálltam oda a bokorba. Amúgy kéne figyelni hátra. Ez nem tudom. Kicsit megakadtunk. Nem bírom.
Na szóval, most sikerült kiállni, és nincsenek cigányok, akik megvernének minket. Most nem tudom, hova megyünk az a kász, hogy... Vagy... Ugye, nem tudod, hol vagyunk? Nem. Mi tudunk, hogy hol... De... Oh! Sorry, meg szoktam kezdeni. Tudom, de most akkor hol vegyük föl? Akkor most... Nem, fogalmunk sincsen, hogy hova menjünk most. Hát... Berakom végre sebességbe. Eddig gurultunk csak. Eddig gurultunk. Na, benézzünk ide, mert itt azt hiszem még, itt van egy ilyen vége az útnak. De. És figyelj, most esküszöm, felment a Bluetooth-ra. Nem. Nem. Tévedtünk. All these postmen, they got me so damn stressed. Then I feel the dagger near my chest. And those people be spending shit on my head. They got me like feeling so fucking funny. I need no respect. The people call me, they got this life and it's so damn real. Lefulasztottam. És mire vársz? Ugye jöjjön a zene, hoppá, közben jönnek az autó. Basz, ez nagyon nézve, nem tetszik. De miért indul a zene? Csak menjél, inkább csak menjél. Nagyon nézve a faszba. Ja, a biztonság. Azt nem, amilyen motor hívom. Igen, és a szinten. Vagy ilyen utcába beparkolják, és ott így... Hát szó. Pörjösd be. Vagy zendül az egész. All you want is ice. Then you'll be empty, then go home and eat your mom's spaghetti. I wanna be starving. That's so cliche. Go through your mind, then hit the replay. Hit myself and I. Time is passing by. Fuck it, man, I always see your life. Do this calmly. You can pull out to his half time. It's just fake as a game. Boys, I'm a bokor. Kamerába beszélek, igen! Várj. Igen, kamerába beszélek! Álltam! Akkor abban nagy botrány, hogy bezárja akkor is! Akkor elhagytam! Ezek most meg kell, hogy ezek elmenjenek, ott akarunk forgatni az erdőbe. Szóval akkor maradjunk itt ennél meg onnan a háznál. Lehet, ott laknak. Ja, tényleg nem is mutattuk be az equipmentet. Mármint, hogy ez új. Canon 7D. És jelangú S60T. Aha, S60T. Király a cucc. A Light in the Boxer rendettük. Köszönjük a Light in the Boxer szponzorát. Nem szponzorát. Fizettünk érte. Á, jó drága volt. És kettőt is vettünk belőle. Ja, mert még a... két kamerára kellett, igen. Ja, két kamera van. És ez itt igazi szénszál. Ja, nézzetek meg egy zsúlivért. Tehát ez azért, ez drága, gyerekek. Most megy. Most akkor ki kell onnan menni, ott felvenni egyet. Csak hogy ha egyszerre kivisszük az összes cuccot, akkor ezért sok lesz, nem? És innen odasítanunk a drónnal, vagy mi? Hát azt mondom, hogy egyszerre vigyük ki azt is. Time is passing by. Nem tapostam rád? Fuck it, de kicsit. Do this, God. Epic fail. Na akkor... Itt van a Phantom 3-asom. Ajtó. Erre a védőt neki. Nem hiszem, kajak? Nem hiszem, hogy elmény. Akkor let's go, halakul! Jó. Na visszatértünk ide az erdőhöz, nem tudom már mennyi időt eltelt azóta. Most visszajövünk ez a izéhez, fászhoz, meg ide az erdőbe. És... akkor megpróbáljuk itt felvenni a... Éj, szóval itt vagyunk újra. Na amúgy, amiről lemaradtok az az, hogy sikerült, amit... Azt felvettük, hogy ott van az a ház, nem? Fogalmam sincs. Akkor mutatunk most egy drónos klippet, arról, hogy hol voltunk. És oda feljutottunk ide, és nagyon gyorsan felvettünk egy videót, de sokáig nem maradhattunk, mert nehéz volt bejutni, elég illegális, és a drón elég nagy zajcsap. Szóval elég gyorsan eljöttünk most innen. Visszamegyünk most egy ilyen mezőre, ahol még be... Emeltlen, akkor már csak oda megyünk el, nem? Mert nem megy a nap. Akkor ott felveszünk még ma, és este viszont ide szeretnek visszajönni, mert most ugyebár ezt a kamerát itt hagytuk, és nem volt időnk itt most logolgatni. Úgyhogy ide majd visszajövünk sötétbe, és akkor bemutatjuk nektek is, lesz ilyen house tour. Hozta kuf! Ő
Bergetlásod a kocsi volt, azt hittem, most már paráz a gyerekek, állat. Nem láttátok, de két raklapból összeraktunk egy létrát, hogy fellesem hát, a teraszra. Megmutatjuk gyerekek este. Nem szedtünk szét, és hogyha nem oda... Oda megy, és azért, hogy ott sétálgattak a kutyasétáltatók, a kisgyerekkel az beszarás mekkora forgala volt, meg ott csapattuk, meg a drón felszállt, úgyhogy most itt várunk. De az volt a poén, hogy amikor fölmásztam a tetőre, akkor itt volt a terasz ajtó, és azért fel tudtunk menni mindkettőt. Igen, és kinyitotta nekem az ajtót, én felmentem a drónnal, és onnan lancsoltunk. Ez esküszöm beszarás. Ez a világ egyik legjobb. Ha hazajutunk végre, akkor befejezzük az ottani dolgokat, és akkor nagyon várom az estét, hogy visszajöjjünk ide. Azért még szerintem, hogy veszünk valamit, de addig is. Sziasztok! Na, sziasztok, bubák! Itt vagyunk a második napon. És most megyünk vissza az a ház, amit ígértünk még tegnap estére, hogy bemutatunk nektek, de már nagyon fáradtak voltunk, és senki kedvünk nem volt visszajönni, úgyhogy most visszajöttünk ehhez a ház, mert hogy még úton vagyunk. Miért ilyen tiszta víz minden? Hát mert lepárál éjszaka is, még reggel. Ja, jogos. Úgyhogy remélhetőleg, amit az a... Vigyázz! Lekimentem a fának! Oké. Remélhetőleg még nyitva van az ajtó, amit tegnap nagy nehezen sikerült kinyitni. Most megmutatjuk nektek az egész, most eljátsszuk az egészet újra, hogy hogyan is sikerült feljutni oda arra a teraszra. Úgyhogy hamarosan ott vagyunk. Na szóval itt is vagyunk. Ez a teraszra fel akartunk jutni, ami nagyon nehéz, mert semmi lépcső, semmi létra, semmi lehetőség, minden ajtó zárva amúgy. De mindenképp fel akartunk jutni, remélem még hallatszik a hangom. Szóval mindenképp fel akartunk jutni, mert ez nagyon jól néz ki, hat fölött vagyunk. Úgyhogy megoldottuk, és két ilyen raklap, vagy nem tudom mi a szarra, találtunk ott itt ilyen kupaszba. És nagyon kreatív. Én raktam össze, igen. Ja. Így ezt ide raktuk, és egy igazi létrát alkottott. Meg tudom, hogy működik, tehát itt jössz, és így felmászol. Csak ezt valakinek meg kell fogni, mert különben ledől. Na és sikerült feljutni az Olivernek, és kinyitott az ajtót. Hát akkor menjünk is egy house tourra szerintem. És bejutottunk, szóval menjünk is egy house tourra. Na gyerekek, éppen vágom a vlogot, és úgy néz ki, hogy a vége a sajnos eltűnt, vagyis összeomlott a fájl, vagy másolás közben valami történt, az enyém, hogy nincsen meg sajnos. Úgyhogy a vlognak a végét az nem tudom belevágni, így a házat se tudjuk megmutatni sajnos, úgyhogy legközelebb, amikor arra megyünk, vagy majd megmutatjuk legközelebb, és hát nekem itt most kell elköszönjek, sajnos amilyen nincsen itt, úgyhogy iratkozzatok fel, és lájkoljátok a videót, ha tetszett, és sziasztok, bubbák!